Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon! A mai videóban szeretnék bemutatni egy-két dolgot, hogy az elmúlt néhány hétben mibe kezdtem bele, és mik történtek itthon. És itt van Bendegúz, vagy Bendi Bendike, aki még nem szerepelt hosszú videóban, viszont már posztoltam róla Instán. Link a leírásban! Valamint egy shorts videóban is látható. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt hoztam őt át a szomszédoktól, ugyanúgy tőlük vettem, mint Rozinát is, akivel egyébként a kapcsolatuk ilyen érdekes, ugyanis amikor esznek, fekszenek, akkor együtt vannak és jóban vannak, viszont például, ha már én ott vagyok és Bendivel akarok foglalkozni, Rozina sokszor féltékeny lesz, és akkor elijeszti, neki megy. Bendike egy kos, aki ki van herélve, ugyanis úgy tervezték a szomszédok eredetileg, hogy megtartják őt. Ugyanis az édesanyja kiskorában nem fogadta el, így őket ették 3 óránként cumis üvegből. Ennek köszönhetően pedig nagyon megszerette az embereket, és hát ők is sajnálták volna eladni valakinek azért, hogy megegyék. Emiatt döntöttek úgy, hogy megtartják, viszont akkor ki kell herélni, ugyanis ott van az apja, ne harcoljanak egymással, valamint ne legyen beltenyészet az édesanyjával. Ennek köszönhetően történt az, ami történt. Viszont az egyiküknek eszébe jutott, hogy esetleg én nem hoznám-e el, hogy Rozinának legyen egy barátja. Ugyanis amikor kicsi volt, akkor én is összebarátkoztam vele, és nagyon megtetszett, nagyon aranyos volt. Mondhatjuk azt is, hogy belopta magát ő is a szívembe. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy szeretném-e áthozni. És áthoztam. Bendiken nálunk egy díszállatka, vagy édesanyám nagyon szereti fűnyírónak hívni. Kikeltek a kis csibéim is. Ennek pedig az a sztoria, hogy ez egy gyönyörű tyúk is a szomszédból van. Őt megkaptam azért, mert sokan ültek, és nekik nem kellett ennyi kotlós, úgyhogy odaadták nekem, tojásokkal együtt, és végül kikelt 6 darab csibe. Most viszont csak 3-at láthattok itt az anyjuk körül, és ez azért nagy dolog számomra, mert tulajdonképpen miattam vannak, mert én szerettem volna annyira csibéket, és ez az első ilyen alkalom, továbbá ez az első ilyen alkalom, hogy nagy részt én csináltam mindent, még egy kis segítséget kaptam azért édesanyámtól, következőre pedig már teljesen egyedül is kész leszek tyúkat ültetni, meg csibéket keltetni. Amit pedig most láthattatok, az a sejtkészítésnek egy-két lépése, ugyanis van házi kecsketejem, még nem a saját kecskémtől, hanem a szomszédoktól kapom, ugyanis ők egyelőre nem használják fel, én pedig elkezdtem belőle különböző tejtermékeket csinálni, úgyhogy ez most a legnagyobb változás, ha úgy is mondhatom, hogy végre bele tudtam kezdeni sajtgyártásba, túrógyártásba, valamint egyébként csak úgy simán is felhasználjuk, felforraljuk és mehet bele kávéba, kakaóba, akármibe. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó, a következőben pedig találkozunk. Sziasztok!